Sziasztok, sziasztok! Egy zseniális online webinár előtt vagyunk. Hello, Ringország, sziasztok! Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a ma esti zseniális Time to Shine-on. Ring Juhu-val indítjuk a ma estét. Üdvözlünk titeket a ringben, akkor is, hogyha már ringerek vagytok régóta, vagy éppen fiatal ringerek, vagy hogyha most érdeklődtök és elsőként láttok egy ilyen élő, zseniális webinárt, attól zseniális, mert olyan nagyszerű emberekkel dolgoztatunk együtt ma este, és ismerhettek meg, mint az elmúlt hónap, a május hónap olyan munkatársai, olyan ringerei és csapattagjai, akik valami zseniálisat alkottak, és képzeljétek el, hogy több mint 190 olyan embert ismerhettek meg, aki letett valamit az asztalra az előző hónapban. Hálás vagyok értetek, nagyon-nagyon egytől egyig mindannyiótokért, akik itt vagytok alul, és majd jöttök be ide a Hangoutsba, és azokért is, akiket ma a kivetítőn láthattok, de elsősorban hálás vagyok azért, hogy olyan zseniális emberekkel dolgoztatok együtt, mint a Ring Founderek. Név szerint is itt van Melinda, Barbara, Ivett, Patti, Krista, Robi, Máté, Geri és... Jó magad! Nem, még Jandó. Egy ember hiányzik. Máté! Szóval óriási, hogy ilyen nagyszerű emberekkel dolgozhatunk együtt, és a ma este arról fog szólni, hogy megmutassuk nektek azt, hogy mit is alkotott a Ring a májusi hónapban. Ahogy mondtam, nagyon-nagyon sok minősült van, és elképesztően bizonyítja ez is, hogy mennyire jól működik az a rendszer, amit nap mint nap használunk, mennyire jól működnek a sikerszokások. Ezekről és sok-sok mindenről, igazi sztorikról, igaz történetekről fogtok ma este hallani, úgyhogy csapjunk is bele. Egy olyan webinár, ami rólad szól. Én tudom, hogy nagyon-nagyon sokan vagytok itt, akik újak. Olyanok, akik még soha nem hallottak semmit. Egyszerűen csak ide csöppentek, és a lehető legjobb helyen vagytok. Egy olyan celebration rész következik, ami azokról az emberek szól, akik azokról az emberekről, csajokról, férfiakról, anyukákról, egyetemistákról, akik úgy döntöttek, hogy kezükbe veszik az életüket, mert voltak céljaik, mert voltak álmaik, és hajlandóak tenni érte. Nagyon-nagyon büszkék vagyunk rájuk, ismerjétek meg őket, és kívánom, hogy azonosuljatok velük, hiszen ez a rendezvény, ez a webinárium, ez az online rendezvény, ez arról szól, hogy találj te is egy olyan embert, aki azt mondott, hogy ha ő megcsinálta, akkor ez nekem is jár, akkor ez az én utam is. Úgyhogy kezdődjön is a show! Így van, kezdődjön a show, és lássuk a ma esti prezentációt. Azokról az új ringerekről fogunk elsősorban nektek néhány diát mutatni, akik az elmúlt hónapban, májusi hónapban döntöttek úgy, hogy kezükbe veszik az életüket, és a ringet, mint eszközt, a lehető legjobb eszközt választották arra, hogy ebben a zseniális csapatban mutatják meg magukat. Eldöntötték, hogy elindulnak ezen a zseniális úton, és itt láthatjátok egytől egyig ezeket a szuper anyukákat, ezeket a szuper csajokat, látjátok gyerekekkel együtt, egyszerűen hihetetlen, hogy online nincs határ, bárhol vagy a világban, bármelyik országban vagy, itt is több országból vagyunk jelen új ringerek, látom, bárhol is vagy. De dönthetsz úgy, hogy kezedbe veszed az életed, és online a ringel ezzel a nagyszerű csapattal megvalósítod az álmaidat. Úgyhogy nézzétek végig őket, Belgium, Svájc, Anglia, rengeteg-rengeteg ország, akik itt vannak, Németország, Ausztria, akik úgy döntöttek, és főként persze Magyarország, hogy elindulnak a ring útján, elindulnak a szárnyalás felé. Aztán az új ringerek után nézzük meg azokat, hogy kik azok az emberek, akik már elérték a Forever Marketing tervében, hiszen egy olyan zseniális vállalattal tudunk együttműködni, mint a Forever és a Vérdőszárny alatt, mindent megkapva tudunk sikereket elérni. Szóval kik azok, akik az üzleti tervében ennek a nagyszerű cégnek már elérték az első olyan szintet, ahol igazán tudunk alkotni, ezt úgy hívják, hogy kettő pontos vagy két CC-s üzleti szint. Nézzük név szerint őket, illetve ország szerint. Juhu! Agnieszka Zavitovska, UK-ből, Bánhalmi Edit és Varga Ákos, Berecki Bea, Berta
Andrea, Juhu! Bíróné Csengődi Rita, Bobán Izabella Svájcból, Bogdán Cimperea Angliából, Borsos Dávid, Buják Emília, Dabir Wildfried, UK, itt vannak olyanok is, akik nem is beszélik a magyar nyelvet. Egy igazi globális nemzetközi üzletről beszélhetünk, mint ahogy látjátok. Dobi Nikolett, Dóra Atakul Dubajból, Edl Anna Mária Ausztriából, Gancsa Mónika Németországból, Herke Mónika, I. és Andrea, oké, és pedig azt írták vissza, hogy... Oké, és akkor megmutatjuk nektek még egyszer az új szlájdokat, hiszen valamiért nem valamiért úgy döntött az online, a social media, hogy még egyszer szeretne titeket látni, hogyan tündököltök a webinárunkon, úgyhogy nagyon köszönjük a jelzést, kezdődjön akkor még egyszer a tündöklés a Time to Shine színpadán, még egyszer azokat az embereket fogjátok látni, akik hoztak egy döntést, és elindultak az álmaik útján. Most láthatjátok az új ringereket. Választották. Itt vannak az új ringerek, csajok, pasik, anyukák, férfiak, vállalkozók, alkalmazottak, egyetemisták, mindenféle országból. Itt látjátok a következő csapatot. Egyszerűen nem fértek már föl, komolyan egy diára annyian vagytok. Nagyon-nagyon gratulálunk nektek, egy óriási ringjuhú mindannyiótoknak. Így van, és akkor nézzük újra a kettő pontos ringereket. Elképesztően jó kihívás újraolvasni titeket. Úgyhogy let's go! Agnieszka Zavicovska UK-ból, Bánhalmi Edit és Varga Ákos, Berecki Bea, Berta Andrea, Bíróné Csengődi Rita, Bobán Izabella Svájc, Bogdán Cimperea Anglia, Borsos Dávid, Buják Emília, Dabir Wayfred UK, Dobi Nikolett, Dóra Atakul Dubai, Edl Anna Mária Ausztria, Gancsa Mónika Németország, Herke Mónika, I. és Andrea, István Péter Németország, Kalmárné Magyarosi Erika, Kassa Edit, Dánia, Kaufmann Viktória, Kis Katalin, Kosszár Olga, Kosszir Rita Norvégia, Kovács Noémi, Kim Bingham Skócia, Lőrentei Judit, Marosics Reni, Máté Brigitta, Molnár Marci, Murár Judit, Németország, Mutyán Alíz és Róbert, Németország, Nemes Edmond, Nokta Gabriella, Németország, Orosz Andrea, Belgium, Péri Gábor, Péti Andrea, Sárosi Renáta, Sárosi Tímea, Székei Nóra, Szentesi Réka, Anglia, Szilágyi Mónika, Ausztria, Telek Mlinár Orsolya, Timmel Barbara, Tóth Timi, Török Julianna, Urbán Anita, Németország, Váradi Rami, Varga Niki és Bari Krisztián, Vekter Viktória, Angliából, Viola Gábor és Balog Timi, Zsidó Blanka, Svájc és Raskó Ágnes. Magyarország! Juhú! Gratulálunk nektek egytől egyig! Zseniálisak vagytok! És szóljon nektek újra a zene, mint új két CC-s ringereknek. Így van, és nézzük is tovább, hiszen... Egy olyan szuper minősülés következik, ami a legtöbbeteknek, amint beléptek a ringbe, a következő álma, hogy aktív négy pontos legyen. A négy pont egy olyan zseniális dolog, amit ha megtanulsz az első hónapottól, második hónapottól kezdve, akkor onnantól kezdve te stabilan, bármikor tudod ezt teljesíteni, és a négy pont egy olyan szuper csoda, amire a legtöbb ember vágyik, és figyeljétek meg, majd látni fogjátok, mennyien megcsinálják ezt a ringben, úgyhogy következzenek most azok az új négy CC-s ringerek, akik elsőnek érték el ezt az aktivitást, egy nagy-nagy álmuk vált valóra ezzel, úgyhogy következzenek akkor az új aktív négy CC-sek. Ádám, ki András és te?
annyit kell róluk tudnotok, hogy két csupa szívember, akik minden nap tesznek azért, hogy egyre jobbá váljanak a szakmájukban, nagyon elkötelezettek, imádnak segíteni az embereknek, és fő céljuk, hogy egy stabil anyagi bevétel megteremtése legyen, amely megadja számukra a szabad élet lehetőségét. Ehhez választották a lényeg. Balogh Edit. Imádja a FIT programokat, Edit, a C9 és a FIT, egy utána pedig a FIT 2-t folytatja, fantasztikus tudatossággal edz, és annyira szereti ezt az életmódot, illetve magát ennek az életmódnak a hatását, hogy szenvedéllyel adja ezt tovább másoknak. Ennek köszönhető a 4 pontos sikere is. Szép FIT csapattal halad előre. Balogh Marianna, egy igazi fit mentor csaj, egy igazi digitális nomád, ahogy ő fogalmaz saját magáról, aki a marketing szakma területéről érkezett hozzánk a ringbe, mára már szabad, főnök nélküli életet ér, ez volt az egyik álma, imádja az online erejét és azt a szabadságot, amit a ring ad számára. Szuper csapatában egyre több online anyukával dolgozik együtt, és mutat nekik utat. És lásd, Marian, itt az eredmény, a várva várt 4CC, nincs megállás, a csodák már pedig vannak, és megtörténnek veletek. Csüllög Mónika, Ausztriából, egy 2 gyermekes, zseniális családanya és feleség, igazi energiabomba, csupaszív pörgős anyuka, saját vállalkozása van, de nem jut úgy a sikere a vállalkozásában, ahogy ő várta, ezért belevágott a Forever üzlet építésébe, a ringel, mert látta a csapatmunkát, az összetartó elét, és egy igazi fit mentor szintén. Dán Virág egy hihetetlen kitartással és erővel építi Virág az üzletét, és mindezt az is igazolja, hogy május hónapban már a legelején bekerült a 4CC-s klubba. Aztán Domonkos Évi és Kertész Tamás. Évi és Tamás nagy álmokkal építik a saját vállalkozásukat, idén lesz az esküvőjük, gratulálunk előre is nektek, és szeretnék megteremteni maguknak azt az életet, amerre mindig is vágytak. Nagy vágyuk fog teljesülni, mikor idén a cég ajándékaként ott lesznek velünk Porecsben, gyönyörűen haladnak a supervisory szint felé. Következő új 4CC-sünk Jakab Csilla. Ő gyógytornászként dolgozik, és mellette imádja a FIT programokat, a FIT életmódot és a ringet. A 3. Ring Academy teljesen elvarázsolta, és azóta tudja, hogy itt elérheti a céljait. Egy mosolygós, pozitív életérzéssel bíró lány, és így is építi üzletét. Kalmárné Magyarosi Erika. A hónap elején álmodni sem mert a 4CC aktivitásról. A 2CC volt az álma, a célja. Csodálatos úton jár, minden nap tesz a céljaiért, és itt az eredménye, hiszen megérkezett az áhított 4CC Erika, úgyhogy gratulálunk neked, és szuper csodák várnak rád is. Kassa Edit Dániából építi az üzletét, és már rögtön az első hónapban első lendülettel 4 pontos lett, mert nagy vágya, hogy a magyar csapattal együtt utazhasson, szintén Porecsbe. Fantasztikus elszántsággal küzd a céljaiért, így nagy jövő vár rá a ringben. Kisné dr. Csosszó Nikolett és Kis Zoltán egy szuper páros, akik nyára várják a gyereküket. Zoli sikeres építési vállalkozó, Niki pedig jogászként közférában dolgozott, és igazából már pár héttel ezelőtt abban hagyta, és csak is a családjának szenteli, illetőleg a babájuknak az életét. Fantasztikusan elszántan küzdenek a céljaikért, és így nagy jövő vár rájuk a ringben, és nagyon-nagyon nagy álmuk, szintén Porecs. Kulcsár Edina, egy igazi energiabomba, ismeritek őt a médiából, annyira imádja a C9 életérzését Edina, hogy nagyon sokan követik. Eleinte csak ki akarta próbálni a C9-et, aztán rájött arra, hogy ez egy szuper jó dolog, és úgy döntött, hogy sokaknak át is kell élnie szintén ezt az életérzést. Gratulálunk, Edina! Súlykos Mária az arab emírségekből, a C9 és a FIT programok szerelmese, szintén csak most csöppent a ring csapatába, s rajong egyenlőre a termékekért, és egyre több mindenért itt a ringben, úgyhogy nagyon-nagyon jó helyen vagy. Szalai Csilla, ő hajón dolgozik külföldön, ahol képzeljétek el, alig van internet, ez óriási nagy kihívás itt az online vállalkozásunkban. Mégis minden alkalmat és időt kihasznál arra, hogy haladjon az álmai felé, és hogy megteremtse magának a saját szabadüzleti vállalkozását. Szuper csapatépítésbe kezdett, aminek meg is lett az eredménye. Gratulálunk! Egyből aktív lett. Szilágyi Tímea, egy nagyon kedves, mosolygós, egészségtudatos hölgy, aki közgazdászként dolgozik jelenleg, és végre rátalált arra, amire mindig is vágyott, és az online üzletépítésnek köszönhetően minden álma az, hogy akár a világ bármely pontjáról élvezhesse az igazi laptop lifestyle-t. Stregovanni Ági, egy 2 gyermekes, fantasztikus fit anyuka,
fit bloggerként és edzőként már évek óta példát mutat. Imádja ezt a tudatosságot, amit a Forever képvisel, imádja a ringet, a ring értékeit, és gyönyörűen halad nemzetközi csapatával. Már 2-4 pontos üzlettársa is van, gratulálunk neked. Szereti azt is, hogy anyaként szabadon dolgozhat. Tari Szabolcs, aki igazából a Judy partnereként, házastársaként külön kódon dolgoznak, és mindketten aktívan, gratulálunk nektek, Szabolcs gépészmérnök, és mindenben támogatja a feleségét, Judit, hallhatjátok őket, hiszen új szupervájzorként köszöntjük ma őket. Egy szabad kötöttségek nélküli élet megteremtése a közös céljuk, ahol azt az életet élhetik, amit valójában megálmodtak maguknak. Telek Minár Orsolya. Ez egy igazi fit online anyut ismerhettek meg, aki ebben a hónapban indult, és már azonnal teljesítette az aktivitást. Korábban egy szépségszalonban dolgozott, jelenleg 2 éves gyermekével van otthon. Célja, hogy kiteljesedjen ebben az online világban, és ennek köszönhetően élhesse szabad életét. Gratulálunk neked, Orsi, a lehető legjobb helyen vagy. Ehhez Török Julianna a következő aktív négycécésünk, aki környezetvédelmi vállalkozással foglalkozik, fő célja az egészség, C9-re indult, és ennek remek tapasztalata után elindult az üzletépítés irányába is. Vahalcsik Szita, aki új indulóként azonnal belelendült az üzletépítésbe. 2 gyermek mellett online anyuként építi csapatát, nagy kedvel és lendülettel indult el az üzletben, és imádja ezt az online adta lehetőséget online anyuként. Gratulálunk neked! És végül Erika, jogi diplomás közgazdászként végzett, és 10 évig dolgozott banki szférában, Ausztriában. Igazi küzdőszellem egyedül neveli 14 éves lányát, és a versenyszféra egyre nagyobb nyomást gyakorolt rá, és ekkor döntött úgy, hogy kezébe veszi az életét, és úgy érzi, hogy ez az üzlet meg fogja hozni számára azt az anyagi függetlenséget, és azt a szabad életet, amire vágyik. A lehető legjobb helyen vagy, Erika, neked is ezt tudom mondani. Gratulálunk nektek! Szóljon nektek a zene! És a következő, akiket elismerünk. Nézzük is tovább. Gratulálok én is az új aktívaknak, akik most lettek első alkalommal 4 pontosak, és nézzük azokat, akik már immár jó példát mutatva több egyére teljesítik, és úton vannak valamelyik szuper klubba, amelyeket hamarosan meg fogtok ismerni. Na nézzük is, hogy kik az aktív ringerek. Bognár, Timi és Imre Ausztriából, egy fantasztikus házaspár, akik 2 gyönyörű gyermek szülei, fit mentorok, saját életmódjukkal példák szépen bővülő csapatuk számára. Garami Andrea a termékek által került kapcsolatba a mentoraival, majd az élete pont választás elé sodorta, eljött a 3. akadémiára, ahonnan úgy ment haza, hogy ezt akarja csinálni. Erősek a céljai, nagyban gondolkodik. Korábban pénzügyi vezetőként milliárdos céget vezetett, mellette könyvelő és adószakértőként vállalkozott. Elhatározta, hogy innentől csak szabadon akar élni. Hegedűsné, Jelinek Henriett. Áprilisi induló, azonnal 4CC-s üzlettárs, már több országban építi csapatát, 2 gyönyörű gyermek édesanyja, imádja, hogy online dolgozhat otthonról a gyermekei mellől. Kiváló munkamorája van, és bájosan kedves, szereti a tudatos, egészséges fit életet, így ez is közel áll hozzá. Hetyei Gloria, Olaszországban építi az üzletet párjával, céljuk, hogy megteremtsék a saját szabad életet, család és családot alapítsanak. Horváth Eleonóra, egy fantasztikus online anyu, aki szabad idejében építi az üzletet kislánya mellől, és emellett jelenleg főállásban dolgozik, de ez sem akadályozta meg, hogy az első pillanattól kezdve a 4 pontos klubba tartozzon. Horváth Évi, szuper online anyu Budapestről, aki 16-szoros magyar karate bajnok, wow, igazi fit anyuka, aki egyszerűen szárnyal a ringgel. Gratulálunk eddig mindenkinek, és folytassuk, hiszen még vagytok. Horváth Zsófival, jogászként végzett, innen hozta a profi, megbízható hozzáállás és a munkaetikáját, példaértéki győztes attitűdje van, és még fogtok vele ma találkozni a későbbiekben. Keresztes Ráhel, eszméletlen, gyors, szervezett, igazi segítőkész, tündérlelkű, aki soha nem a pontokat látta, hanem az embereket, akik segítségre várnak, és Ráhi, mint egy angyal, szállt le közéjük, átadva a megoldást nekik. Lak Dániel és Gyenes Eszter,
fiatal pályakezdő pár, akik munka mellett elindították Forever Ring Fit üzletüket, igazi kreatív ötletekkel és hatalmas lelkesedéssel építik online networking vállalkozásukat. Dani pár héttel ezelőtt, képzeljétek el, teljesítette sikerre első triatlon versenyét, gratulálunk neki. Nagy Éva, férjével Gergővel áprilisban hoztak egy döntést, és Írországba költöztek kislányukkal, Noémivel. Jelenleg onnan online anyuként építi üzletét. Az új élet számára egy olyan új lehetőség, amit a Forever üzletben is kamatoztatni tud. Imádja, hogy bárhonnan dolgozhat, célja, hogy biztos jövőt teremtsen a családnak, és ehhez Gergő teljes támogatását élvezi. Németh Rita. Rita egy szuper csajedülál anyukaként neveli gyermekeit Pápán, főállásban dolgozik és építi jelenleg 4 országban Forever Ring üzletét. Az USA-ban, Ausztriában, Magyarországon és UK-ben is nagyszerű emberekkel dolgozik. Hatalmas céljai vannak többek között, hogy a lehető legnagyobb példával járjon elő gyermekei és mindenki más számára. Rosta Tünde. Tündi egy online anyu, aki példa arra, hogy minden fejben dől el. Kislányával, Bogival dolgozik együtt, komolyan veszi az üzletet, hisz a céljai is komolyak. Égő vágy hajtja, hiszen kislánya szeptembertől óvodás lesz, és nincs lehetősége visszamenni a volt munkahelyére. Úgyhogy érzi, megtalálta, amit keresett. Sercerné Lakner Csilla egy szuper online anyu. Hamar átlátta a lehetőséget, 2 kislányával otthon szeretne maradni. Szabad, harmonikus élet a célja. Schwarz Judit és Nagy Barrabás Ausztriából. A Ring Feeling azonnal megérintette őket a 3. akadémin. Azután következő első munkanapon már csatlakoztak is. 3 éves Bencinek és önmaguknak készek megteremteni a bőséggel teli életet. Suhai Tünde, UK-ből. Láthatjátok, hogy mennyire szertágazó a ring, és milyen sokszínűek vagyunk az országok tekintetében. Szóval Suhai Tünde, UK. Vezetői heti sok órás munkája mellett építi online és offline is csapatát, zseniális jövőképet kapott az angol top vezetőktől, mert Tündi az, aki sok rendezvényen részt vett, én is voltam vele egyébként, személyesen is, úgyhogy bizonyíthatom, rengeteg hanganyagot hallgatott, és most céltudatosan halad előre az álmai felé. Szatmári Ferenc és Marian hagyományos vállalkozóként és alkalmazottként szeretnének kitörni a korlátokkal teli világból, és önmaguknak, valamint 2 lányuknak egy igazi korlátok nélküli életet akarnak teremteni, ezért mindent elkövetnek, hogy a legjobbaktól tanulhassanak. Tóth Burka Barbara, online anyu Sárvárról, Marcikával, gyönyörű kisfiával építi az üzletét. Barbie igazi vezetőtípus, nagyon profi, következetesen dolgozik minden egyes nap. Győztes sikerszokásokat alakított ki természetesen. Varga Pintér Évi Németországból, mosolyanyú, láthatjátok is a képen, hatalmas mosolyával mindenkit elkápráztat, ragyog. Tudatos, sportos, életvidám anyuka, aki nem ismeri a lehetetlent. Imádja a ringet, azt a pozitivitást, amit itt megkap. És szárnyalva harad előre. Borglümmer Tímea! Timi nagyszerű anya, akinek a szíve közepén van a ring és a Forever, imádja ezt a szuper közösséget. Szóval ti voltatok és ti vagytok a ring aktív üzlettársai, gratulálunk és a legjobb úton haladtok a bronz kup felé, ami most következik, úgyhogy szóljon nektek a time to shine! Juhu! Celebration! Oh yeah! Szuper! Nézzük is akkor, Lindusa! Következzenek a bronz 4 klub tagjai. Komolyan vették magukat, akik komolyan vették az aktivitást, és már 3 hónapon keresztül folyamatosan aktivitással bírnak, folyamatosan aktívak. Először is Bakos Barbara, Olivia Németországból, juhú! Egy fiatal anyuka, aki 10 hónapos Natália mellett építi csodás üzletét, mindig nevelte és megkifogásolt. Aki éjjel és hajnalban is dolgozik, a kislánya tökéletes jövőért. Asszisztent menedzserként halad előre, óriási erővel a csapatával, nem kérdés számára, hogy Németországból is itt lesz a 4. Ring Akadémin, és természetesen az experten is. Következő bronz 4 CC-sünk, Balog Alexandra, Ukrajnából, hajrá Szandi, aki nulláról kezdte újraépíteni az életét, mára már supervisor a ringben, legfőbb célja Szandinak, hogy saját példáján keresztül és mentorként embereket segítsen céljaik megvalósításában. Hajrá! Következő új bronz 4 CC-sünk, Batyik Nikol, őt is fogjátok még ma hallani, egy igazi online anyu Dunakesziről,
aki pénzügyi területről érkezett. Imádja a ringet, imádja a Forever-t, és ő választotta magának mindkettőt, sőt a mentorát is, Claude, és egyből csatlakozni akart, hogy megvalósítsa az álmait. Béldeki Bianca, Németországból, gratulálunk Bianca! Egy erős, célorientált, azonnal cselekvő csaj, semmi nem tántorítja el a céljaitól. Gyönyörű kislánya mellől építi az üzletét. Igazi ring supervisor és igazi ring online anyu. Fontos számára a ringben, hogy anya tud maradni 100%-ban. Nagyon-nagyon fontos. Belvári Renáta Németországból. Gratulálunk, Renáta! Egy őrült jó fitmentorcsaj, saját fitanyukás csoportja van közel 500 taggal, ahol anyukák százainak mutat példát. Pontosan tudja, hogy a felesleges halogatni, és első pillanattól kezdve 4CC klub tagja. Gratulálunk neked! És már üzlettársa is van, aki 4CC-s. Juhu! Következő 4CC-s bronzklub tagunk Bíró Vivien, egy győztes online anyu Szombathelyről. Csodás csapata van, nagyszerű győztes attitűdű üzlettársakkal dolgozik együtt, Vivi. Gratulálunk nektek! A következő bronztag Györke Anita Ausztriából, egy három gyerekes anyuka, aki három gyerek mellől otthonról építi globális üzletét. Erős nő, aki tudja, hogy mit akar, és akit nem érdekel az, hogyha valaki nem hisz benne, ő minden nap halad a céljai, az álmai felé, kiváló munkaetikával dolgozik. Imád segíteni az embereknek, és imádja, hogy itt csapatban dolgozhat, és a ring szárnyakat adott neki. Supervisor, és egyre növekvő csapattal halad előre, akikkel fantasztikus hónapot zártak. Most gratulálunk nektek, Anita! Következő, Hartai Claudia. Sikeres alkalmazottként dolgozik, Klau. Pénzügyi szektorban, igazi vezető, olyan a hozzáállása, amit minden vezető kíván magának. Ezt biztosan állíthatom. Hajrá, Klau, szuper csapattal van itt már rendesen a Bronz CC klubban is. Jágernég Erzsei Tünde. Nagy dologra érkezett a ringbe, Tünde. Óriási fejlődésen ment keresztül, csodálatos csapatot vezet. Az egyik legerősebb szupervázói csapat vezetője. 21 pontos hónapot zárt most is, és készen áll a következő szintre. Juhú, gratulálunk neked, Tünde! Krasznai Cintia, szintén egy igazi bronzklub tag, akit ma még hallani fogtok, egy nagyszerű, full lendületes csajszi, aki jelenleg Ausztriából építi online üzletét, igazán aktívan három országban, nagyon széles, országokat átívelő szuperhálózat alapjait teszi le, egy igazi győztes attitűddel bíró csaj. Hajrá, Cinti! Következő párosunk, Lovas Gábor és Szukkai Kata, UK-ből! Gratulálunk nektek! Évek óta Londonban élnek, Kata vezető egy híres kávéházlánc egyik kávézójából, Gábor pedig német tanár. Mindketten a személyiségfejlődés és a gondolkodásmód fejlesztés elkötelezett hívei, igazi fit ringerek, mára pedig Kata 18 éves lánya, és Kata anyukája is a csapatunk tagja. Hajrá, gratulálunk nektek! Márton Mónika, őt is szép halljátok ma mindenképpen. Egy igazi ringi húcsaj, itt a tábláját nézve. Egy csodás mosolylány Budapestről, akinek nagyon fontos a folyamatos fejlődés és a szabadság. Legnagyobb mértje az volt, hogy ott hagyhassa a banki állását, és ne kelljen reggel csörgő órára kelni. Mára ezt megteheti, még egyetemi szakdolgozatát írja szegény éppen, de már szabad ringmenedzser, ma hallhatjátok őt, mint új ringmenedzser, hú, még kirázott a hideg, gyönyörű tudatos csapattal bír. Gratulálunk neked, Móni! Mikovics Veronika Ausztriából. Veronika három gyermekes édesanya, imád másoknak segíteni, és imádja az online networkinget. Rengeteget fejlődik, tanul, motivációs videókat néz, hatalmas céljai, álmai vannak, amit tud, hogy online meg is tud valósítani, hiszen egy sikeres csapat tagja. Gratulálunk neked, Veronika! Szabó Regina a következő új bronz tagunk. Regina supervisor, imád sportolni és egészségesen élni, fitmentorként egyre nagyobb fit csapatot vezet. Családalapítás és esküvő előtt állnak, aki úgy döntött, hogy meglévő munkája mellé tévénél dolgozik, csatorna és programfelelősként, szeretne egy biztos, saját, szabad vállalkozást. Ehhez a ringet választotta, amit imád. Gratulálunk neked, Regi! Szántai Csilla! Hú, ott az igazi első online titán Szombathelyről! És az első ring supervisor. Gratulálunk neked, Csilla! Önfegyelme, kitartása és mosolya teszi őt sikeressé. Egy igazi, lelkes, győztes mosolylány, amit láthattok is a képen. A következő mosolylányunk Seifert Petra! Gratulálunk, csajok! Petra egy kiváló fit mentor, szenvedi az egészséges életmód és a sport.
bloggerként, az Instán és a Facebookon is, Fitlove Petraként ezrek követik gondolataid. Bájos, végtelenül tiszta lány, aki megtalálta itt önmagát. Imádja azt, amit csinál, és imádja azt, hogy azzá válhat, aki lenni szeretne. Egyre több üzlettársal és globális csapattal halad előre, jelenleg supervisor. És Tariger a Judit, jó, szintén hallhatjátok, Judit is ma este. Judy főállásban SAP mérnök és tréner, imádnivaló csupa szív fit online anyu, aki hatalmas alázattal példaértékűen használja a ring rendszerét, mára új supervisor párjával együtt. Juhú, gratulálunk nektek! Zseniálisak vagytok! Egyszerűen az, amit képviseltek, hihetetlen. Nagyon-nagyon büszkék vagyunk rátok, szóljon nektek a zene! És ünnepeljetek! Yeah! Na és nézzük tovább. A bronz klubtagok ugye azok, akik legalább 3 hónapja folyamatosan aktívak, és most nézzük azokat, akik silver memberként, azaz már legalább 6 hónapja tagjai ennek a zseniális klubnak, hiszen ez az üzletünk alapépítő köve a 4 pontos klubtagság. És nézzük, hogy kik azok, akik már legalább 6 hónapja tagjai ennek a zseniális klubnak. Wow. Almási, Vivien és Varga Árpi. Csodás pár, kiváló vezetők, Vivi a szenvedélyes, álmokkal teli, célorientált lány, akinek legnagyobb miértje, hogy hazajöhessen Magyarországra és a Balaton partjáról építhesse szabadon az online üzletét. Árpi, a stabil gondolkodású rendszerben gondolkodó, aki végre mer álmodni, és együtt igazi győztes párost alkotnak. Májusban a hónap közepén épp a sikernapon érték el az újabb minősülési szintjüket, az assistant manageri szintet, szóval még fogtok róluk hallani ma. Aztán itt van egy nagyszerű másik hölgy, Béres Mónika. Már most képzeljétek el, hogy mondhatom azt világszerte százak példája, hiszen a ringben felnőtt első menedzser 60-ból, aki 2 éves Vivi mellől építi nagy és mondhatni globális csapatát. Mi az a lány, aki mert nagyban gondolkodni, és megmutatta mindannyiunknak, hogy bármit elérhetünk. Online anyuként ezrek példája, kiváló az időbeosztása, lézer fókuszban és nagyszerű munkaetikával dolgozik. Szuper jó mentor, rengeteg 4 pontos van a csapatában is, legfontosabb sikertipje, rendszerhasználat és napi munka. Gellért Judit, fit mentor, aki a funkcionális edzések bajnoka, egy igazi, sokak által követett Spartan tréner. Nagynéz Szabó Ildikó, tanárnő, Kaposváron... A kép szerint Svarc Éva. Akkor megzavarodtunk, oké. Svarc Évi, csodálatos tanárnő Bonyhádról, akinek a motivációja a minőségi idő, szeretne minél több időt együtt tölteni a férjével, ezért csatlakozott a ringhez, imádja a termékeket. És így van, Nagyné Szabó Ildikó is megérkezett közénk, aki Kaposvárról tanárnőként imádja a termékeket, a Forever-t és az egész ring csapatát. És aztán végül, de nem utolsó sorban a Silver Klubunk tagja, még Szűcsné Pernyész Kitti, online anyu Budapestről, számára a 4CC, mint a sikerszokás, hozta meg az áttörést, példaértékű csapatot vezet, és őt is fogjátok még ma este hallani. Úgyhogy szóljon a Time to Shine a Silvereknek! Hölgyeim és uraim! Elszóljon nektek! Nagyon-nagyon büszkék vagyunk rátok! Gratulálunk nektek! Time to shine! És következzenek azok a ringerek, akik a Gold 4CC klub tagjai. Azok, akik elkötelezetten minden hónapban aktívak, azért, mert hoztak egy döntést, hogy ez nem kérdés, és minden hónapban megcsinálják, és vannak már ennyi ideje természetesen a ringben. Ferenc Márta, aki vállalkozóként indult, hogy megteremtse magának az anyagi függetlenséget. Titkos vágya Mártinak, hogy újra egyesítse a családot, mert minden gyereke külföldön él. Váljon valóra az álmod, ezt kívánjuk neked, Márti. Ilovainé Erzsike, nagyon tapasztalt dietetikus, jelenleg már nyugdíjas.
hatalmas hitelességgel profin képviseli az egészségmegőrzést, igazi példa az életmódjával és a megjelenésével is, és természetesen a Goldnégy CCQ tagságával is. Gratulálunk neked, Erzsike! Kerekes Ági és Csabi! Egy igazi szuperpáros, imádják a termékeket és imádják a ring lehetőségét is. Ági sikeranyú néven építi saját oldalát és csapatát, két csodás gyermekük van. Az életük alapjaiban egészség, minőségi idő és nyugalom változott meg, amióta a Forever termékeit használják. A korábbi stresszes mindennapokat tervezhető szabad online üzlet váltotta föl. Egyelőre még csak Áginál, de azon vannak, hogy Csabi is megtapasztalhassa ezt. Legfontosabb számukra a családi harmónia, szupervájzorként globálisan építik a vállalkozásukat, és az elmúlt hónap az eddigi legjobb hónapjuk volt. Gratulálunk nektek, Ági és Csabi! Szuperek vagytok! Következő párosunk Klein Miklós és Klein Sipos Ági menedzserek. Nagyon-nagyon büszkék vagyunk rátok, két nagyszerű ember, akik elkötelezettséggel és hatalmas szívükkel igazi példák az egész csapatnak, és korukat meghazudtoló módon rendkívül aktívan élik az életüket. Ők a legfiatalabb ringereink, akik bátran és profin alkalmazzák az új generációs eszközöket, és ennek köszönhetően dinamikusan fejlődik az online üzletük is természetesen. Gratulálunk nektek, Miki és Ágika! Juhú! És végül, de nem utolsó sorban, Rusák Rozán, ha pár szóval kellene őt jellemezni, akkor ezek lennének azok. Lojalitás, vezetés, önfegyelem, elismerés, alázat, tanulás. Egy igazi profi, és egy igazi szívlélekhölgy. Gratulálunk neked, Rozál! És egy igazi sikeres anyuka! Gratulálunk a tegnapi nagypaphoz! Még pedig Pati anyuka, ugyanis képzeljétek el, tegnap férjhez adta? Feleségül vette? A Márkot. Márknak kötötték be a fejét, ugye, szóval, a fiam házasodott. Egy óriási buli volt, ahol nagyszerű. Sok boldogságot innen is! Éltek át, sok boldogságot az ifjú párnak! Juhú! És természetesen a Gold 4 CCQ tagjai, a ring founderek, akik ezen a képen is repülnek, szárnyalnak, és ezt a szárnyalást vettétek ti is át. Nagyon-nagyon büszkék vagyunk rátok. Mindannyiótokra. Meghoztatok egy döntést, és elkötelezetten betartjátok ezt. Most egy szuper minősülés következik. És nézzük meg a nagy durranásokat, nézzük meg azt, hogy kik azok, akik hónapról hónapra, vagy hétről hétre következetesen tették a dolgukat, és a négy pontos klubból egyenes út vezet a magasabb szintekre. Nézzük meg, hogy kik azok, akik supervisory szintet értek el a ringben, hiszen vagytok jó néhányan, és gratulálunk innen is! Juhú! Azt szóljon még ezen a nektek! Zseniálisak vagytok! Ez az első szeretett szint, amire mindenki vágyik. Oké, és na nézzük is az új szupervájzorokat a ringben. Először is egy jogász hölgyet van szerencsém bemutatni nektek. Zsófi eszközkeresett és mentort a céljai eléréséhez. Hosszú ideje figyelte a Facebookon, majd ráírt, képzeljétek el, nem másra, mint Pattira. Így találtak egymásra, ő pedig mondhatni, hogy a ringre. Ugye a jogászként nagyon megfontolt, határozott, kétséget nem ismerő hölgy, aki egy találkozóra hívta Pattit, feltette az összes kérdést, és miután megkapta a válaszokat, még egyet azért feltett, az utolsót. Te mennyit dolgozol, Patti? És erre az volt a válasz, hogy egész nap és nagy mosoly. Erre azt mondta Zsófi, szuper, akkor remek, mert nagyon sokat akarok dolgozni. Szóval egy igazi győztes attitűdű, egy igazi sikeres hölgyet van szerencsénk most nektek bemutatni, és lássuk is egy pillanat Zsófit. Itt van velünk, ha minden igaz. Szuper! Dr. Horváth Zsófia! Új ring supervisor! Juhú! Sziasztok! Sziasztok! Hát nagyon szépen köszönöm ezt a felkonferálást, komolyan mondom, nagyon megható volt. Kérdeznék is, ennyire tudatosan és igen, ennyire... Szóval azért körbejártad a témát, azt gondolom, rendesen mielőtt választottál, és elindultál.
adja magát a dolog. Miért a ring? Ó, hát igen, ugye, ahogy említettétek, jogászként végeztem, de éreztem azt, hogy én többet szeretnék, mint amit nekem ez a szakma nyújtani tud, illetve határozottan állíthatom, hogy azt is éreztem, hogy nem szeretnék alkalmazottként dolgozni, és megfogalmazódott ugye bennem, hogy nem szeretnék 40 éven keresztül másnak az álmaiért és céljaiért dolgozni, hanem a sajátaimat szeretném elérni. Úgyhogy nekem nagyon határozott céljaim és elképzeléseim voltak, viszont eszközöm az nem volt annyira hozzá, úgyhogy gyakorlatilag online kerestem, és rám talált a ring, és egy csodás mentor találtam, úgyhogy innen is köszönöm, Patti, a támogatást. Úgyhogy, és ez így történt, tehát mondtam Pattinak, hogy én most akarlak, üljünk le, és beszéljük meg, hogy ez hogyan is működik. És amikor nekem akkor még csak így halvány elképzelésem volt a ringről, és amikor Patti elmondta részletesen, hogy gyakorlatilag ez lehetővé teszi számunkra, hogy egy okostelefon és egy wifi segítségével miénk a világ, és lehetnek hatalmas céljaink, és gyakorlatilag nincsenek határok se emberek tekintetében, se földrajzi határok. Hát én annyira izgatott lettem, hogy mondtam, hogy ez nekem most kell, és gyakorlatilag ez a gyakorlatban is igazolta magát, amiért nagyon-nagyon boldog vagyok, mert nekem ez a harmadik hónapom itt a ringben. Juhu! Viszont már 4 országban van jelen az üzletem, és úgy, hogy nem léptem át az ország határt, tehát ez számomra hatalmas boldogság. A másik nyilván, ami miatt azt mondtam, hogy nekem a ring az nagyon kell, az amikor Patti megmutatta nekem a rendszert. Tehát én egy hosszú kérdés listával ültem le elé, hogy ezt hogy kell, azt hogy kell, amazt hogy kell, és gyakorlatilag amikor azt mondta, hogy kapunk egy komplett rendszert, akkor én nagyon-nagyon megnyugodtam, egy hatalmas biztonságot adott, és nagyon élvezem továbbra is azt, hogy akik újonnan csatlakoznak ugye hozzánk, nekik is lehetőségük van ugye a profi indulásra, nincsenek mellékvágányok, nincsenek kisiklások, mert gyakorlatilag mindenki profin indulhat, úgyhogy azt gondolom, hogy nem én vagyok az egyetlen, aki nagyon-nagyon hálás nektek, hogy az évtizedes tudásotokat beletettétek ebbe a rolling tréningbe, úgyhogy gyakorlatilag nekem ez a határok nélküliség, és az a hihetetlen rendszer, amire számíthatunk hétről hétre, akár ugye a keddi tréningek, vagy a vasárnapi webinárok tekintetében, nekünk ez hatalmas, hatalmas segítséget nyújt. Úgyhogy nekem egyértelmű volt a döntés, hogy kell a ring és Patti, úgyhogy, és ez továbbra is így van, és így is lesz, úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek veletek. Oké, gratulálunk! Gratulálunk! Irány a további szintek! Azon vagyok. Köszönöm! Geniális vagy, Zsófi, és köszönjük szépen a gondolataidat. Hát én köszönöm, hogy vagytok. Zseniálisak vagytok. Fogadjátok szeretettel a következő hölgyet, akiről azt kell mondanom, hogy amikor a mentora, szintén Patti, először kiszúrta őt a Facebookon, tudta, hogy nekem ez a csaj kell. Biztos éreztétek már ezt az érzést. Azonnal megismerkedtek, hosszú hónapokig leveleztek, barátkoztak. Majd egy csodás napon, amikor Patti meglátta, hogy elköltözött Magyarországról, mert nem lakik Magyarországon, megkérdezte tőle, hogy mit csinál kint. És ennek a beszélgetésnek a végén csatlakozott a ringhez a hölgy. Egy igazi céltudatos, lelkes, tüzes és inspiráló személyiség 3 országban dolgozik, 13 front üzlettársal dolgozik együtt, zseniális, és májusban a magyarországi forgalma alapján érte el ezt a áhított supervisory szintet. Kérdés a zseniális hölgyhöz, mit is jelent neki az, hogy online dolgozhat, és mit kapott a ringtől? Fogadjátok szeretettel a következő új ring supervisor, Krasznai Cintiát! Juhu! Sziasztok! Köszönöm szépen ezt a bemutatást. Hát azon egy fantasztikus érzés itt lenni, és ezt hallani, és ilyen csapatban lenni. És hát az én sztorim az hogy lehet, hogy bárra már hallottatok, úgyhogy, de azért az újaknak még újra elmondom, hogy igazából, amikor Patti megkeresett engem a Facebookon, hát annyira cuki volt, hogy
nem akartam neki nem visszaírni, szóval már úgy éreztem, hogy úristen, hát erre válaszolnom kell. És én akkor készültem ki ném Ausztriába, ide külföldre, és teljesen akkor úgy volt, hogy akkor ez nem aktuális, és én meg a másik üzlettel foglalkoztam, akkor offline. Csak hogy tudtam, hogy ez nem fog működni, mivel hogy én nem beszéltem németül, és hogy akkor mégis hogy fogom itt az embereket megkeresni, és hogyha dolgozni fogok, akkor hogy lesz időm rá, hogyha esetleg magyarok is vannak, de akkor is ki tudja, hogy mennyi. És akkor ezt én talomba tettem, hogy majd, hogyha megtanulok németül, akkor majd valamit csinálok. És végül is úgy alakult, hogy annyira sokat kellett dolgoznom, annyira kimerültem nap, mint nap, hogy egyszerűen nem volt időm semmire. De folyamatosan azon gondolkodtam, hogy hát valamit azért kellene csinálni. És mi tartottuk a kapcsolatot a Pattival, és láttam a Facebookját, de láttam azt, hogy állandóan ekkora mosoly, és hogy pörögnek, és valamit ő csinál online. És ez nekem annyira érdekelt. Közben volt egy munkaváltásom, és elkezdtem kaszinóba dolgozni pincérként éjszaka, napi 13 órát, téli időszakban 16-ot, és hát nekem teljesen végem volt, és ott is éreztem már, hogy ez nem fogom sokáig bírni, hiába kerestem nagyon jól, nem volt meg a szabadságom. Nem volt időm semmire, és hát ez nagyon kellemetlen, frusztráló érzés. És akkor rám írt a Patti, akkor már bennem az volt, már vágytam arra, hogy rám írjon, vágytam arra, hogy valamit beszéljünk már, hogy mi is ez. És rám írt, és feltett pár kérdést, hogy hogy vagyok, mit csinálok, ilyesmi, és azt éreztem, hogy azt hiszi, hogy engem nem érdekel. És így már le akarta magát koptatni. Nem, én csatlakozni akarok, légy szíves, vegyél be. Aznap este éjfélkor rögtön regisztráltunk is. És pont egy olyan időszak volt ez az én életemben, hogy két hét múlva képzeljétek el, hogy engem megfenyegettek az a munkatársaim a kaszinóba, és féltékenységből, mert hogy én voltam csajszi, ők pasik voltak, és a vendégek is férfiak voltak, ergo elvittem a jattot. Nos, nem bántam meg azt, hogy ki kellett onnan lépnem, hiszen utána felszabadult eszméletlen sok időm, és rögtön bele tudtam kezdeni ebbe az egészbe is, és akkor tudatos volt bennem az, hogy úristen, hogy mennyire nem biztos alkalmazottnak lenni, és hogy mennyire más az, amikor az ember saját maga dönti el, hogy mennyit dolgozik, mikor dolgozik, kivel dolgozik, mert ez a nem mindegy. És ez az online lehetőség, ez azt adta nekem, hogy a legkevesebb időmben, amikor a buszt lekéstem, akkor tudtam írni egy üzit. Amikor a kardioedzésen bicikliztem a kondiba, akkor is tudtam írni, amikor nagyon-nagyon kevés időm volt, akkor is meg tudtam oldani. Ezzel keltem, ezzel feküdtem, hogy valahogy pár percben is csak egy kicsit tudjak az embereknek reagálni, vagy válaszolni. Szóval szerintem, hogyha én akkor el tudtam kezdeni, amikor 13 órát dolgoztam, vezettem a háztartást, és másfél órát edzettem, és még egy órát már is utaztam oda-vissza a munkába, akkor mindenki meg tudja. Úgyhogy hajrá mindenkinek, időbeosztás nem olyan nehéz, úgyhogy meg lehet tanulni, és azt hiszem, hogy így ennyit az én sztorimról. Köszönjük szépen! Neked szól a zene! És neked szól a ringyuhum! Na, és akkor folytassuk is egy szuper online anyukával, aki Katinka lányával építi együtt üzletét. Még az elején, amikor készültünk a Time to Shine-ra, itt volt vele Katinka, nem tudom most, hogy itt van-e még, vagy már alszik. De a lényeg az, hogy anyukaként is szuper módon lehet építeni ezt az üzletet. Mesélte róla mentora Patti, hogy amikor először találkoztak, már akkor rögtön meglátta a tüzet a szemébe, egy lelkesedést, ami segített neki abban, hogy egy igazán szuper és nagyszerű utat járjon be. Ma már az előző hónapban egy nagyon-nagyon szuper üzletnek tették le az alapjait, hiszen ha jól tudom, akkor nagyon fontos üzlettárs is van a csapatban, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon nagy szeretettel Kittit, Kitti, új ring supervisor! Juhuu! Sziasztok! És kérdeznék is, miután megünnepeltünk téged is, hogy ugye online anyukaként teljesedtél itt a ringben, és az lenne a kérdésem, hogy
meg a Foreverben is természetesen, hogy mi volt az a pillanat, amikor döntöttél, mi hozta meg a változást? Hát a változást azért egy nagyon sorkolatos pont hozta meg az életembe, ez augusztus 7-e, a kislányom születésének napja. Akkor tudtam, hogy nekem ez kell, és hogy én ezt meg szeretném csinálni, és hogy ez az én üzletem. Aztán úgy teltek, múltak a hetek, meg a hónapok, és úgy tök jó volt, meg úgy imádtam, és tudtam, hogy ez kell, de nem történt semmi. És novemberben a Time to Shine után jött egy döntés, egy, hát nem is tudom, minek nevezzem, így láttam a minősülteket, a Móniék, és úgy éreztem, hogy úristen, ezt ők megcsinálták, akkor én is megcsinálom. Olyan nincs, hogy én ezt nem csinálom meg, és decemberben 4 pontos lettem, az volt az első 4 pontos hónapom, és volt szerencsém a Patékkal részt venni Szabó Péter önfejlesztő karácsonyán, ami nagyon-nagyon nagy hatással volt rám, és onnantól kezdve nem volt megállás, úgyhogy csináltam, mentünk előre, volt szuper csapatom lett, és ahogy megérett bennem a gondolat, és megváltozott minden a fejemben, úgy elkezdtek jönni az emberek körém, elkezdtek gyűlni, és most már egy olyan csapattal állhatok itt, ahol ebben a hónapban 3-4 pontos lett, ebből 2 új 4 cc-s, úgyhogy nagyon-nagyon hálás vagyok nekik, mert egyszerűen csoda, ami most történik velünk, zseniális, úristen. Gratulálunk nektek! Köszönjük! És az egész csapatnak, szuperek vagytok! Köszönjük! Köszönjük a csapatnak, és természetesen neked, Kiffi. Így van. Szuperek vagytok. Juhu! Köszönjük tovább, hajrá! Következő tánkusánon egy újabb minősüléssel legyél itt, ezt kívánjuk. És mindenkinek természetesen. Így van. Akkor következzen a következő új ring supervisorunk. Egy zseniális páros, akik családban együtt építik csapatukat egy gyönyörű 2,5 éves Olive kislányuk mellett. Egy szuper páros, Judy SAP mérnök és tréner, Szabolcs pedig gépészmérnökként dolgozik. Mindketten sokat tanultak, fontos volt nekik a személyiségfejlődés, Szabó Péter, Ruiz Elhé, Tony Robbins, stb. És ennek köszönhetően, ennek a gondolkodásnak köszönhetően találták meg a ringet, illetve a mentorukat, Gulyka Krisztinát. Először Judynak, majd Szabinak dobbant meg a szíve a ringért, és azonnal belevágtak ebbe a zseniális útba. Eldöntötték, hogy szabad életet akarnak élni, és azért napi szinten példaértékűen tesznek. Egy olyan kérdésem van hozzátok, hogy miért is indultatok el, illetve most jelenleg Judyhoz, aki itt képviseli a párosunkat, és mi az, ami megfogott téged, titeket ebben, de először szóljon nektek a Celebration! Remélem! Szuperek vagytok! És hallgassuk akkor Judyt! Sziasztok! Most én képviselem magunkat, még én is nagyon izgulok, de majd biztosan hamarosan Szabi is leküzdi az izgalmát, és együtt is itt lehetünk. Szóval a mi óriási miértünk az tényleg a szabadság, és olyan érdekes, mert folyamatosan egymástól tanulunk, így fokozatosan összekapcsolódva, ez a személyiségfejlődés is először Szabi oldaláról volt elősebb, mutatta nekem, magával ragadott, és én így találtam rá Krisztára és a ringre, és hát ez örök szerelem, tehát nagyon nehéz szavakba önteni, tényleg minden egyes nap rajta van a hálalistámon. És valószínűleg ez az érzés ragadta magával Szabit is, aki utána ebben is teljesen a partneremé vált, és ettől a hónaptól egész csapatunkkal nagyon aktívak vagyunk, óriási büszkeség tényleg a 4CC-s klub tagjaivá avanzsálni, a csapattagjainkat is, és hajtani, dolgozni minden nap a minősülésekért, és tényleg azért, hogy mi önmagunk napról napra jobbak lehetünk, és az, hogy nincsenek határok, bármit elérhetünk, ezek igazi álmok. És így tényleg ki lehet szakadni az iskolapadból és a munkahelyi padból is. Azt tuti. Gratulálunk nektek! Szuperek vagytok! Gratulálunk, éljenek az új szupervájzorok! Éljen Judy és
nektek a zenem. És hál' Istennek még mindig folytathatjuk a minősülések sorát, és egy újabb nagyszerű hölgyet van szerencsém nektek bemutatni, aki Marci mellől, 2 éves kisfia mellől építi elképesztően tudatosan az üzletét már az első pillanattól kezdve. 2 hónap alatt ért el a supervisory szintet, és igazi vezetőként az egyik legfontosabb célja az, hogy a csapatát folyamatosan bővítse, és azoknak az embereknek, akik megérkeznek ebbe a zseniális közösségbe, a ringbe, és természetesen az ő csapatába, azoknak a lehető legzseniálisabb példával járjon elő. Úgyhogy fogadjátok a ring új supervisorát, Burka Barbie-t! Tóth Burka Barbie, új supervisor! Szóljon neked a Time to Shine! Let's go! Sziasztok! Hát, amit el szeretnék nektek mondani, hogy én a Forever Thermics-et már régebb óta ismertem, viszont az üzleti lehetőséggel még nem ismerkedtem meg. Úgyhogy ezt a lehetőséget március közepén láttam meg Vivitor, a mentoromtól, akinek most is nagyon hálás vagyok, hogy bemutatta nekem. És én Martinak kerestem igazából egy olyan vitamint, amivel tudom erősíteni az immunrendszert, nagyon betegesek voltunk. Így találtam rá az üzleti lehetőségre is. És egy olyan rendszert... Bocsánat, igen? Csak egy igazán neked célzott kérdés van. Ugye te a pénzügyi szektorból jöttél. Igen. És mi volt az, ami miatt beleszerettél a ringbe? Mi volt az, amit első alkalommal megláttál ebben az egész sztoriban? Ami azt mondtad, hogy kell neked? Mindig is kerestem egy olyan lehetőséget, főleg így anyukaként, mert eléggé beszűkült a világ azzal, hogy itthon vagyok Marcival, és mindig is olyan temperamentumom volt, hogy nem tudtam úton maradni a seggemen, tehát kellett az, hogy én alkothassak, én dolgozhassak, és ezt megkaptam a ring rendszerétől. Úgy láttam, hogy ez egy kiépített rendszer, ahol látok 9 embert, akik varázslatot, és engem inspiráltak, és egy kitaposott út van végül is mögöttük, amin csak végig kell mennem, és megkapom azt a technikai hátteret, amivel ezt meg tudom tenni. És tényleg a mentoromon is láttam, hogy teli van lelkesedéssel, és tényleg hittem ebben a dologban, és úgy vagyok vele, hogy amit én elhatározok, azt végig is fogom vinni. Sokszor megkerestek már más lehetőséggel is, más ugyanilyen MLM típusú rendszerben, de nem láttam benne azt a lehetőséget, hogy én itt önmagam lehetek, vagy teljesíthetem azt a szintet, hogy mint anyagilag, mint máshogyan független lehetek, és össze tudom hozni az anyaságot az itthoni munkával is. És itt ezt megtaláltad akkor? Igen. Gratulálunk! Szuper! Gratulálunk! Szóljon neked a Time to Shine! Gratulálunk! Juhú! Gratulálunk! Tóth Burka Barbara, új supervisor, és minden új supervisornak gratulálunk a ringben. Szenzációsak vagytok! Zseniálisak vagytok, nagyon-nagyon szépen köszönjük. És folytatódjon a minősülési hullám. Folytatódjon ez a szuper-szuper minősülés, mégpedig olyan zseniális emberekkel, akik úgy döntöttek, hogy a supervisori szint után is tovább lépnek, és elérték a 75 pontos asszisztent menedzseri szintet. Nagyon-nagyon gratulálunk nektek! Először egy olyan házaspárt, már megint házaspárt mondok, figyelitek? Egy olyan párt szeretnék nektek bemutatni, akik Németországban élnek, napi 8-9 órás alkalmazotti munka mellett 100% online üzletet építenek Magyarországon. Hogy miért? Mert vannak álmaik. Az egyik legnagyobb az, hogy megfelelő anyagi körülmények között hazaköltözhessenek, és a Balatonról építhessék, a Balaton partjáról szabad online üzletüket. Céljuk egy olyan élet megteremtése, ahol álmaikat élhetik, és ezreket inspirálhassanak. Kiváló, erős, győztes párosról van szó. Vivi az első pillanattól kezdve nagyban gondolkodott, egy példa rá.
Még csak első napja volt az üzletben, amikor megváltoztatta az flpshop.hu jelszavát menedzser leszekre, úgyhogy ilyen gondolkodásunk. Mára már tudja, hogy menedzser vagyok, illetve, hogy a menedzseri szint egy ugródeszka, és teljes szabad életet élhessen, és a célja az eagle menedzseri szint. Juhú! Árpi kezdetben óvatosan figyelte a supervisory szint, óvatosan figyelte Vivit, majd a supervisory szint után aktívan Vivi mellé állt, és azóta együtt szárnyalnak, igaz győztes párosként, minden nap tesznek az álmaikért. A hónap közepén, képzeljétek el, épp a sikernapon, egy 10 milliószoros napon érték el, az assistant menedzseri szinten, emlékszem, épp a színpad előtt tapsoltunk, örültünk a sikereknek, és odajöttek, hogy úristen, most ebben a pillanatban lett meg az assistant menedzseri szint, egy óriási győztes páros, nagyon-nagyon gratulálunk nektek, kiváló a munkaetikájuk. Képzeljétek el, olyan helyen dolgoznak, ahol napi 8-9 órában dolgoznak, és nem vihetnek be magukkal mobiltelefont. Ez mekkora kihívás, már meséltem nektek a 4CC-s klubban róluk erről. Én egy kérdést tennék fel hozzátok, hogyan illesztettétek be a mindennapjaitokba a munkát, és hogy természetes, hogy a pénz és az anyagi biztonság motivált titeket, de hogy mi az, amit még pluszban, emocionálisan kaptatok ettől a zseniális üzlettől és a réktől. Úgyhogy fogadjátok akkor ezt a szuper páros szeretettel, Almási Vivient és Varga Árpádot! És egy pillanatra még nektek is szóljon a zene. Ünnepeljetek addig! Hajrá! Új ring asszisztent menedzsereink! Juhu! A menedzseri üzlet kapujában. Let's go, guys! Sziasztok! Hát nagyon szépen köszönjük! Nagyon kedves tőletek, és üdvözlünk minden kedves nézőt! Az időbeosztásunk az elején nagyon nehezen ment, sokszor úgy mentünk el otthonról, hogy úristen, ő is írt, és nekünk mennünk kell, le kell tenni tényleg otthon a telefont, és nincs tovább beszélgetés, nincs tovább webinár küldés, nincs tovább ismerkedés, semmi. Mennünk kell dolgozni, le kell tennünk, 10 óra múlva hazaérünk, akkor tudjuk folytatni. Az elején nagyon nehezen ment, de Gergő és Barbi is nagyon támogattak ebbe minket, hogy ez egy kihívás, mindenkinek vannak kihívásai, és ezen túl kell lépni, most jelenleg egy ilyen időszakasz, és nekem is azt mondták bent a kollégák, hogyha ezt most mi kibírjuk, ez minket nagyon meg fog erősíteni a későbbiekben, úgyhogy amit a ringtől tanultunk, a ringrendszertől, beépítettük a napi sikerszokásokat az életünkbe, reggeltől estig, minden egyes időpontban megvan a magunk is dolga, amiket minden nap elvégzünk, és ennek köszönhetjük azt a napi sikerszokásoknak, hogy most itt tartunk, ahol most tartunk. Gratulálunk! Köszönjük szépen! És go Eagle! Go Eagle! És a fiatalembert is egy mondatra kérjük szépen! Hajrá, Árpi! Igen, sziasztok, és én is köszöntök mindenkit. Nagyon köszönjük szépen a sok gratulációt. Egy olyan csapatba kerültünk a ring által, ami egészen elképesztő, és nem csak mint baráti, hanem mint üzleti kapcsolatokban is elképesztő embereket ismertünk meg, és nagyon hálásak vagyunk értük. Ez egy olyan csapat, és nem a mi csapatunkra gondolok most elsőként, hanem magára a ringre. Tehát a ring olyan energiákat képes megmozgatni, és olyan fantasztikus dolgokat képes adni az embereknek, hogy elképesztő. És én mindenkinek ajánlom azt, hogy írj át mindenképpen egyszer azt, amit mi művel átélünk, és azt a csodát, amit mi beillesztettünk a mindennapjainkba, és ezzel a rendülettel szeretnénk tovább haladni, és előre a menedzseri szint felé. Jó, gratulálunk nektek! Úristen, Árpi, megint megkönnyeztem. Képzeljétek el még csak egy mondat Árpiról, mert tudom, hogy vannak itt olyan anyukák, akik még nem feltétlenül álltak melléjük a párok, hogy Árpi nem volt lelkes a ringtől. Mondhatom így az elején. Ugyanakkor, ahogyan látta, hogy Vivi milyen zseniálisan halad előre, egyszer csak jött egy érzés, és megdobbant a szíve, és Dreamkillerből azonnal Dreamerré változott, úgyhogy nagyon-nagyon gratulálunk nektek, szóljon nektek azoknak, a zene. Azoknak üzenném egyébként az úriembereknek, akik még szkeptikusak, és minimum annyira szkeptikusak, mint én voltam, pedig hogyha valaki nálam szkeptikusabb volt ebben az üzletben, annak én megemelem a kalapom, viszont mindenképpen mondom, hogy a női intuíciónál valószínűleg nincsen jobb, úgyhogy hallgassunk rájuk, és
nem fogjuk megbánni, én azt gondolom. Úgyhogy hajrá! Szuper végszó, gratulálom nektek! Szuperek vagytok, köszi! Go manager! Na és folytassuk akkor a minősülések sorát egy újabb ring asszisztent menedzserrel. Egy olyan hölgyel, aki szintén anyukaként van otthon, nagyon erős a Ring Online anyu vonulata, fogalmazhatok így is. Szóval egy igazi, céltudatos, lézerfókuszú hölgyet van szerencsém most bemutatni nektek, aki a pénzügyi szférából érkezett, így nagyon határozottan tudta, hogy mit akar. Ugye, ahogy említettem, kislányával van otthon, és otthonról építi Forever Ring vállalkozását. Az első hónaptól kezdve a 4CC klubba tartozik, és szuper gyorsasággal ért el mind a supervisori, képzeljétek el, mind pedig az igazgató helyettesi, assistant manageri szintet. Célja, hogy hosszú távon stabil és erős hálózatot alakítson ki magának, és mindezt végtelenül alázatosan és nagy segítőkészséggel teszi. Egy igazi mosolylány, mint ahogy láthatjátok itt is, és példaértékű, ahogyan pozitívan gondolkodik. A kérdésem az lenne feléd, Nikol, fogadjátok sok szeretettel a Ring új igazgató helyettesét, Batyik Nikolt. Ugye te döntöttél, Nikol, a Ring mellett, a Forever mellett, sőt, a közvetlen mentorod mellett is, Klau mellett. Tehát mi volt az az ok, ami miatt ezt az utat választottad, hogy te online anyaként valósítod meg az álmaidat itt a Ringben? Mesélj! Ezekkel a nagyszerű emberekkel, akikkel együtt dolgozhatsz. És milyen céljaid vannak természetesen? Tiéd a szó? Nikol, hallasz minket? Akkor addig egy kis celebration. Így van, egy kis zene, hát ha visszatér Nikolékhoz az internet. Celebration! Vagyok? Hát, úgy látszik, hogy itt van? Igen. Szuper! Yes! Csak kellett a zene. Sziasztok! Hallgatunk! Hát igazából azért szerettem volna online dolgozni, mert nem akartam beadni óvodába a hollit. És hát régóta használtuk ugye a Forever-ös termékeket, és megfordult a fejembe, hogy valami online munkát kéne keresnem, de azért nem tetszett a Forever, mert nem ismertem eddig azt, hogy online is van erre lehetőség, és én nem tetszett az, amit láttam eddig azoktól, akik ezzel foglalkoztak a hagyományos módszerrel. És pont keresgéltem az interneten, hogy mi is lenne az online munka, ami a legközelebb állhat hozzám. És hát ugye láttam a Klaudiának a posztjait, ő nagyon szimpatikus volt nekem, mert kíváncsivá tett. Mindig azt láttam, hogy egy laptoppal ül, tök jó neki, örül, happy minden, itt van, ott van, és ez nekem nagyon szimpi volt, és arra gondoltam, hogy hát végül is én is ugyanezt keresem, úgyhogy felkerestem a Klaut, megbeszéltük a dolgokat, és megkérdeztem tőle, hogy mondd, hogy léphetek be, azonnal csatlakozni szeretnék, úgyhogy így történt az én sztorim. Az assistant manageri sztorim pedig igazából egy váratlan fordulat volt most, mert nagyon rágörcsöltem a dolgokra, nagyon-nagyon szerettem volna, mert maximalista vagyok, és ezzel nagyon sok mindent elrontottam, mert annyira görcsösen akartam, hogy ezért sem akart sikerülni, és onnantól kezdve, hogy elengedtem ezt a gondolatot, és elhatároztam, hogy nem érdekel, hogy ebben a hónapban vagy következő hónapban fog sikerülni, mert ugye az nem volt kérdés, hogy sikerül vagy nem. Onnantól kezdve teljesen megváltoztam, tehát jobb lett a hozzáállásom, volt kedvem dolgozni, mert úgy voltam vele, hogy teljesen mindegy, hogy most melyik hónapban teljesül, és lássunk csodát,
sikerült, és az utolsó nap lettek olyan csatlakozóim, akikre nem is számítottam addig, ameddig én görcsösen szerettem volna, hogy ők csatlakozzanak, úgyhogy így sikerült összehoznom. Gratulálunk neked! Azért szóljon a time to shine! De mindegy! Szóval szuperek vagytok, nagyon-nagyon büszkék vagyunk rátok. És Go Manager, igazából ez már egy lépés. Úgyhogy következzen a Celebration folytatás. Na és akkor folytassuk egy következő szuper dologgal, a májusi legjobbjainkkal. Először is nézzük meg, hogy kik voltak azok, akik a legtöbb alapmunkát végezték el. Ezt a cég egy úgynevezett FBO, Business Owner, Forever Business Owner pont gyűjtésben méri, ami azt jelenti, hogy megversenyeztetjük itt a ringben is azokat, akik közvetlenül a legtöbb pontértéket csatlakoztatták, hogy így fogalmazzak, illetve azokon keresztül, akik még nem érték el a két pontos szintet, de nézzétek meg, majd tudjátok, hogy az üzletpolitikában vagy van erre egy kifejezetten szuper extra tréningünk, a Ring Marketing Terv Extra, amiből megtudhatjátok, hogy mi is ez pontosan. A lényeg az, hogy nézzük meg akkor a legjobbakat. A legjobbakat, akik május hónapban is aktívan mutatták nekünk az utat. Egy szuper győztes páros, őt is fogjátok ma hallani. Top 1-ként üdvözölhetjük Bakos Barbarát és Almási Gergelyt. Hú, óriási ringjuhú nektek! Képzeljétek el, csak mondok egy pontértéket a Celebration után. Zseniálisak vagytok, Gergő és Barbie. Csodás példa. 38,68 pontértékkel top FBO-k, úgyhogy gratulálunk nektek. Igazából ez a napi munkát jelenti. Láthatjátok azt, hogy a Ring Manager is aktívan dolgozik, a Ring Manager is folyamatosan szponzorál, folyamatosan olyan emberekkel kontaktál, akik újak, és mutatják a lehetőséget. Óriási példák vagytok nekünk, gratulálunk nektek, és hallhatjátok hamarosan őket. És most pedig azt a hölgyet szeretnénk néhány szóra megérinteni, megszólaltatni, akiről beszéltünk már nektek, és top FBO-ban 14,816 pont értékkel zárta a május hónapot. Óriási eredmény! Seyfert Petra, nagyon-nagyon gratulálunk neked, aki igazi eleganciával halad előre, ahogyan beszéltem már nektek róla. Igazán flow-ban lévő lány, imádja a ringet, imádja azt, amit csinál, amerre tart, amit képvisel, lazán, szenvedélye képviseli ezt egészséget, a sportot. Itt Láv Petraként követhetitek őt az Instán és a Facebookon is. Igazából egy hatalmas fit csapata van, akik imádják őt fitmentorként is. És az lenne hozzád a kérdésem, Petra, hogy bámulatos az, hogy hónapról hónapra haladsz a céljaid elé, és hogy hónapról hónapra ma már mondhatjuk azt, hogy top FBO-ban vagy, és top fit mentorként is ott vagy, mégpedig rangos helyen, a top 10-ben ott vagy, dobogós helyen. Úgyhogy mesélj nekünk erről, hogyan csinálod, és mik azok a mértek, és mik azok a célok, amik hajtanak téged. Celebration! Gratulációk! Köszönjük szépen, köszönöm szépen, remélem nem fogok emelni, mert 15%-on van a telefonom, és éppen oszkározok hazafele Debrecenbe, úgyhogy itt is látszik az online-nak a hatása, a világa. Hát nincsen titkom, nem tudom. Én nagyon szeretem azt, amit csinálok, és benne van a napi folyamatos munkám. Azt, hogy kontaktolok, azt mondom, hogy tényleg hatalmas a média felületeket is ettekkel élek, szóval semmi sem görcsösen csinálni, hanem hogy mindent hagyni kell, hogy bekövetkezzen, és amikor ennek itt van az ideje, akkor ez meg is érkezik. Csak akarjuk
higgyük benne, higgyük magunkba, tudjuk azt, amit, és nem tudom, mit mondjak még. Köszönjük szépen! Okay, köszönjük, persze szóljon neked! A Celebration szuper, sajnos... Szuper, szuper! Nagyon-nagyon büszkék vagyunk rád! Úgyhogy go! Hajrá! Szóljon a Celebration! Köszönjük szépen! Csak így tovább, Petra! Csak így tovább, Barhi Gergő! És mindenki! Szuperek vagytok! És képzeljétek el, a minősülés még folytatódik, Celebration még folytatódik, ez egy überbrutál long time to shine webinár, de hát annyian vagytok, hogy egyszerűen nem tudjuk belesűríteni, hiszen mindannyiótokra kíváncsiak vagyunk. Szuperek vagytok! És akkor nézzünk egy újabb, egy zseniális, egy über giga szuper szintet az új menedzserünkben. Oh, baby, yes! Elképesztő! Ez valami őrületesen szuper dolog, úgyhogy ismét van lehetőségünk egy új ringmenedzsert köszönteni. Képzeljétek el Magyarországról egy igazi mosolylányt, egy olyan szuper csajszit, akivel ha találkozol, akkor neked is biztos, hogy mosolyt fog csalni az arcodra, és legalább 10 centivel a föld felett fogsz te is repülni utána. Egy olyan hölgy, aki a bankszektorban dolgozott, aztán bekerült, képzeljétek el, Szabó Péter junior mentor programjába is, és még sorolhatnám, hogy mennyire fontos számára a személyiségfejlődés, az, hogy képezze saját magát, és hogy haladjon az úton a céljai felé, itt a ringben, az online üzletépítésben találta meg magát, egy elképesztően szuper csapatot épített, és folyamatosan azon dolgozik, hogy a 60 pontos klubba kerülhessen a jövőben is, hiszen most nem csak, hogy új menedzserként üdvözölhetjük, hanem a 60 pontos klubnak a tagja, a ring új menedzsere! Fogadjátok óriási lelkesedéssel! Márton Mónit! Juhu! Gratulálunk, Móni! Szóval neked a Celebration! De hát, Janó, nem lehet túlszányolni. Ó, nem láttátok Mónit, van egy nagyon jó szlájdunk. Láttátok? Most látom, hogy nem volt megosztva. Láttátok Mónit? Kivetítőn? Hát én azért megmutatom mindenkinek kívül is, mert lehet, hogy bent láttátok. Szóval itt van ez a szuper mosolylány, és Móni, akkor a tiéd a szó. Itt van Móni? Itt van. Sziasztok! Annyira cukik vagytok, hogy így el vagyok most a pillangóimmal. Mesélj Móni a menedzseri utadról. Mit gondolsz, mi az a három legfontosabb momentum, ami eljutott idáig, vagy amit a legszívesebben emlékszel ezekre a dolgokra? És mi az utolsó pillanatok, az utolsó nap, a minősülés utolsó percei? Én a mai napig emlékszem, egyébként sziasztok, úristen, nagyon-nagyon jól esett, amit mondtatok, így most teljesen kész vagyok. Én a mai napig emlékszem arra, amikor Barbie rám írt, és az annyira jó érzés volt, hogy azt bármikor vissza tudnám idézni, de a legelső pillanat, ami nekem egy életre bent maradt, az október 17-e, az első Ring Academy volt, amikor így 9 hónap után azt éreztem, hogy na most már tényleg itt van az, amire mindig vágytam, és ahova tartozni szeretnék, és ezért pont én írtam Barbie-nak, hogy találkozzunk, és mondtam neki, hogy én decemberben supervisor szeretnék lenni, mert most már tudom, hogy mi az, amire vágyom, és hogy mi az, amiért tényleg dolgozni fogok. A második, az pedig, amikor Péter és Barbie is ajánlotta, hogy írjam le, hogy kik azok az emberek, akikkel dolgozni szeretnék, és nekem nagyon fontos látni azt, hogy mik a célok, hogy minden napot legyen a szemem előtt, és leírtam, és 2 napra rájött Vivi. És nekem Vivi ma már nagyon-nagyon jó barátom, csodás üzlettársam, és én annyira hálás és boldog vagyok érte, hogy ez volt a második olyan momentum, ahonnan tudtam azt, hogy soha többé nem akarok visszafordulni. A harmadik pedig, amikor májusban most elindult az új hónap, és így ránéztem az asszisztent menedzseri kulacsomra, meg a dátumra, és azt éreztem, hogy ez még túl távoli, majd meg lesz a következő hónapban, és Gergő felhívott,
beszéltünk néhány percet, és hát amiket nekem akkor ott mondott, az így onnantól nem volt kérdés, hogy, hogy történjék bármi, én ezt akkor is megcsinálom. És így ez volt az a harmadik pont, ami, ami nagyon-nagyon sokat jelentett nekem. Hát az utolsó napok az nagyon-nagyon sokat küzdöttem a fejemmel, mert tudtam azt, hogy történjék tényleg bármi, 23 óra 59 percig én dolgozni fogok. A ringplaneremben nem volt benne az, hogy nekem most hány új üzlettársam lesz, vagy semmilyet nem írtam be, csak tudtam, hogy használom a rendszert, csinálom, dolgozunk, egy csodálatos csapattal dolgozom, és mindenkire nagyon-nagyon büszke vagyok, mert az utolsó nap, ahogy együtt dolgoztunk, együtt izgultunk, az ő sikereiket is ünnepeltük, és új 4CC-s is lett a csapatban is, nagyon-nagyon jó volt, és jött az utolsó pillanatban egy olyan csodálatos lány, akit most már itt köszönhettünk az új két pontosok között, akiért én szintén nagyon-nagyon hálás vagyok, és valóban olyan, mint aki azon a listán van, így és Andi, úgyhogy remélem, hogy hallgatsz és látsz, és nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy ő is a csapathoz tartozik most már. Gratulálunk! Gratulálunk, szóljon neked ismét a Time to Shine! Köszönjük szépen! Sziasztok! Kösoly lány, hajrá, csak így tovább, és találkozunk a következő Time to Shine-ban is. Gratulálunk. Folytassuk neked, ezt a szenzációs estét. Az új ring menedzserünknek. Folytassuk azt az estét egy olyan hölgyel, akit akiről már, hogyha itt vagy régebb óta, akkor biztosan hallottál. Biztosan sokan emlegetik ezt a hölgyet úgy neked, mint na az a példa, akinek voltak kihívásai, voltak félelmei, voltak mértjei. Anyukaként 2 éves Vivi lánya mellett indult el ezen a zseniális úton, szuper mentorainak, Barbie-nak és Gerinek köszönhetően. Egyetlen egy dolgot tett ez a lány, hit magában, vagy nem hit magában, de hit a rendszerben és hit a mentoraiban. Tudta, hogy ezt ha valaki megcsinálta, akkor ezt ő is meg tudja csinálni. Hihetetlen példa számunkra ez a hölgy online anyuként abban, hogy minden nap dolgozik. Ahogyan a szlogenünk mondja, touch your business every day, tanul és fejlődik. Nekem egy olyan kérdésem lenne ehhez a szuper csajhoz, Béres Mónikához, hogy mi az, ami téged motivál, Móni? Mi az, ami minden nap hajt téged? És miket tanultál ebben az elmúlt egy évben? Úgyhogy ugyanis képzeljétek el, ez egy egyéves fejlődés, egy egyéves út eredménye, hogy ő ma itt áll, nem csak ringmenedzserként, az elmúlt hónap, előző áprilisi hónap új ringmenedzsere, óriási pontértékekkel, 60 pontértékes Németországban a hölgy, több mint 9 országban van üzlete, és totál globálban 100 pontértékes, zseniális példa vagy Móni nekünk, mindannyiunknak. Beszélj nekem arról, hogy ez alatt az egy év alatt miben lettél más, mit tanultál, mit kaptál, akár magadról, akár ettől a zseniális rendszerről. Nagyon-nagyon büszkék vagyunk rád, és fogadjátok szeretettel, és szóljon a zene Béres Mónikának! Jabba-dabba-doo! De aranyosak vagytok. Hát köszönöm szépen, és nagyon meg vagyok hatódva, szóval nagyon-nagyon izgulok. Hát nekem nagyon-nagyon sokat adott ez az egész egy év. Én annyi sokat változtam, és igazából meg kellett, hogy érjek erre a szerepre, hogy igazgató lehessek. És hát ez tényleg, ez hónapról hónapról haladt, és hónapról hónapra tanultam, és folyamatosan figyeltem a mentoraimat, Barbit és Gergőt, és köszönöm szépen, és hálás vagyok értük, hogy ők vannak nekem, és tényleg az ő angyalaim van nekem, és nagyon szeretem őket. Egyáltalán megalakult a ringrendszer, és ha ti profik vagytok ebben az üzletben, akkor úgy gondolom, hogy akkor nekem is csak követnem kell a tanácsaitokat, a tanításokat, hogy akkor mit, hogyan, és akkor én ezt igazából ezt követem, és próbálom mindenféleképpen betartani, és hát nagyon sokat változtam, de személyiségben is
nagyon sokat változtam, és nekem az nagyon sokat motivál az, hogy mindig kitűzök célokat, és ezeket mindenképp el szeretném érni. És motivál a miértem, a kislányom, ugye ő a húzóerőn, ez nagyon fontos, hogy kell nekem ebben az üzletben, és hát mindenben, hogy legyen egy húzóerő, egy miért. És a célok, az álmok, amiket meg szeretnék valósítani, egy szabad életet, egy anyagi biztonságot, és nekem ez az üzlet, ez mindenféleképpen megadja, és egy új családot, mert annyi sok új barátom lett, hogy ezért is olyan hálás vagyok, és az, hogy adhatok, az nekem az mindennél nagyobb örömöt jelent, hogy nem csak nagyon sokat kapok ettől a csapattól, meg ettől a cégtől, meg elismerést, meg dicséretet, meg a cég, hogy egyáltalán, hogy van, meg a ring, hát ez valami csodálatos, hogy megalakult a ring, és nem véletlen, hogy 10:30-kor, és én mindig a minősülteket soroljátok, úgyhogy gratulálok nektek, ringvezetőim most is, hogy mennyire csodálatosak vagytok, úgyhogy nekem még nagy álmaim vannak, nagy céljaim vannak, és megyek előre, úgyhogy nekem ez csak egy állomás, ez a menedzseri szint. Hajrá, hajrá, és te vagy csodálatos, Mónika, meg azok az emberek, akikkel együtt dolgozhatsz. Gratulálunk, szóljon neked! A csapatomnak is, köszönöm! Na és akkor folytassuk is tovább. Nézzük, hogy mi van még a tarsolyunkban ma estére. A Lindus fogja folytatni ismét. Egy szuper páros, aki 10:30-kor zseniálisan érkezik meg hozzánk. Egy olyan csoda páros, akiről nem nagyon tudok így elszóló torok nélkül beszélni, akik amikor megérkezett, és biztosan Ring Founderek most emlékeztek erre a pillanatra, amikor megérkezett az üzenet januárban, az a közös chat üzenet, hogy dolgozzunk együtt és alkossunk valami zseniálisat Janótól, akkor nagyon-nagyon hálás voltam, hogy többek között ők is benne vannak, illetve a következő páros is, és mindannyian, akik benne voltunk. Hihetetlen volt az érezni, hogy velük egy szuper-szuper jó dologba kezdhetünk és alkothatunk. Nagyon-nagyon büszke vagyok a barátságukra, nagyon-nagyon szeretem őket, mint embereket, és utolsó sorban nagyon-nagyon szeretem azokat az eredményeket, amit mutatnak a ringben, mutatnak felénk. Top Global 100 pontosak Magyarországon, a 100 pontos klub tagjai, és 200 pontos klubtagok globálisan, képzeljétek el, Magyarországon minimum 100 pont, és globálisan pedig 200 pont értékes óriási csapat vezetői, akinek a férfi tagjáról annyit kell elmondanom, hogy amellett, hogy vállalkozó, amellett, hogy rengeteget hallottatok már róla, hogy mit csinál a ring mellett, én a ring alapításakor ismertem meg jobban, azt a srácot, aki egy igazi példa nekem abban, hogy milyen apár, milyen az, aki megfelelően támogatja azt a szárnyaló csajt, aki szárnyal az álmai és a céljai felé, egy igazi online baby. Én emlékszem arra a pillanatra, amikor megérkezett a ring az életünkbe, és egy sikernapon eldöntöttük, hogy na, akkor innentől kezdve a miénk a színpad. Úgyhogy nagyon önbüszkék vagyunk rájuk, nagyon önbüszkék vagyunk a számaitokra, az eredményeitekre, de leginkább arra, ami a szívetek van. Nagyon-nagyon sok minősült volt az ő csapatukból most itt, úgyhogy szóljon nektek, neked, Patti, és valahol itt van a Máté is, biztos vagyok benne a Time to Shine, és fogadjátok szeretettel Pattit és Mátét! Ja. Sziasztok! Bravo! Sziasztok! Köszönöm szépen! És nagyon boldog vagyok, hogy együtt alkothatunk valami igazán nagyszerűt. Máté az éterben van, mert egy nagyon speciális, különleges, csodálatos, nagyszerű és meghitt pillanatoknak voltunk most vagy éltünk most meg az elmúlt két napban, és úton van. Úgyhogy én pedig innen az itthoni gyerekszobámból köszöntelek most titeket, és először a minősülteket. Csodálatosak vagytok mindannyian, új két pontosok, új ringerek, négy pontosok, supervisorok, őrült jók voltatok, és nagyon-nagyon-nagyon
csodás volt hallgatni titeket, igazgatóhelyettesek, és hát Mónikák, úristen, tehát el vagyok tőletek totál ájulva, és nagyon gratulálok, és nagyon szeretünk mindannyiatokat. Tényleg csodás volt az elmúlt hónap, és ez csak folytatódik. Én mondanám, hogy gyerekkorom óta, mert ez így van, de amióta hálózatépítő vagyok, én vágyom a ringre. Álmom volt az, hogy egy ilyen csoda tudjon kiépülni, mint itt veletek együtt, és mindannyian, minden minősült a rendszert mondta, nem tudom, feltűnt-e nektek, és amit én ki szeretnék most emelni, így féltöten egykor, és ezért is röviden, hogy gyerekek, megcsináltuk a rendszert, juhú! És erről álmodtunk mióta, amióta hálózatépítők vagyunk, hogy itt legyen egy kész rendszer, egy logikusan felépített, tökéletesen másolható, óriás csodarendszer, és én nagyon büszke vagyok mindannyiatokra, mert ez a rendszer nélkületek nem élne, és lehet, hogy mi megalapítottuk, de veletek együtt működtetjük, úgyhogy azt hiszem, ez a titka mindennek, és át is adom a szót, mert ez hozza ki az új szinteket, ez hozza ki a 100 nonit, ez hozza ki a gépkocsit, ez hozza ki a 200-at, és ez hozza ki az új szinteket mindenkinek, rendszer használat, és a szívetek legyen benne. Úgyhogy nagyon imádlak titeket, és köszönöm, hogy itt lehetek veletek, és köszönjük, hogy itt lehetünk Máté nevében is. Nagyon-nagyon sok puszi. Sziasztok, és köszi Lindus és Janó, mert nagyszerűek vagytok. Óriási ring, juhu nektek, és természetesen a szangvinikus elfelejtette, hogy a Forever to Drive program győztesei, minősültjei, biztos Máté már az új autóban ül, és azzal szágult éppen Budapest felé. Nekem lesz. Szóljon a táncusán, még egyszer nektek, és az új Verdának. Juhu feltalálójának, Pattinak. Juhu! Oké, és akkor tegyük fel a ma estére, azt hiszem, hogy az íre a pontot, a ma esti Time to Shine-ra egy nagyszerű párral, olyan nagyszerű embereket van szerencsém most nektek bemutatni. Nem véletlenül választottam a Sagrada Familiás képet erre a kis montázsra, mert imádtam velük utazni, imádtunk megélni olyan pillanatokat, amikor csak úgy szabadon, akár egy héten keresztül együtt tudtunk tölteni momentumokat, meg tudtunk élni utazásokat, és az egyik célom az, hogy veletek Barbie, Gergő és az összes Ring Founder, illetve minél több ringerrel tudjunk ilyen varázslatos helyeken járni. Két olyan embert ismerhettek meg most a ma este során, akik személyesen nekem is példaképeim. Mind ahogyan gondolkodnak, imádok velük alkotni, az a kreativitás, az a munkamorál, az a munkaetika, ami őket jellemzi, és az az emberség, amivel ők építik az életüket, és építik a vállalkozásukat. Itt a ringben és a Foreverben az egyedülálló, azt gondolom. És ez a fajta hozzáállás, az a két nagyszerű ember, az a két csupaszív ember, akiket sokan ismertek, vagy ha még nem, akkor azt gondolom, hogy itt az ideje, hogy megismerhessetek, és nem csak a ma este, hanem nagyon-nagyon sok alkalommal lesz lehetőségetek őket hallani, például a következő zseniális Forever csúcs találkozón is, a Diamond Holiday Rally Budapesten, hiszen ők az egyik tanítói, a legjobb tanítói az online üzletépítésnek, mert ők ma a csúcs, ők ma a legjobbak, ők ma a top, ők azok az emberek, akik láthatjátok, hogy az eredményeik alapján és az új minősítésük alapján is, illetve azzal a csapattal, akikkel együtt dolgoznak, ma a legjobbak, nem csak a ringben, hanem az egész Foreverben. Úgyhogy fogadjátok nagy-nagy szeretettel a 150 pont klub tagjait, a 250 pont klub tagjait, és az új senior menedzsereket, Bakos Barbarát és Almási Gergelyt. Oh my god! Hello, sziasztok! Sziasztok! Hát fantasztikusak vagytok mindannyian. Elsősorban szeretnék gratulálni a Time to Shine levezetésért, Janó, Lindus, elképesztő
vagytok, én imádok minden egyes szájtosányt, és gratulálunk mindenkinek, aki ma jelen volt, aki ma egy-egy új szintért megjelent egy-egy új dián. Gratulálunk azoknak, akik szót is kaptak az új szupervájzoroknak, asszisztent menedzsereknek, menedzsernek, 100 pontosnak, 60 pluszosnak, 100 pluszosnak, és gépkocsi ösztönzősöknek, Patti, fantasztikus, tényleg fantasztikus az, hogy a ring szárnyal. És ez az, ami minket állandóan inspirál, hogy látjuk azt, hogy ha te tudjuk azt, hogyha beleteszed a napi munkát minden nap, akkor is, hogyha nem látod az eredményét, ha beleteszed minden nap a napi munkát, ha használod a rendszert, és kitartasz, akkor megjön az eredmény. Nincs semmi egyéb, csak persze tarts ki, mindenkinek más idő, le kell győzni egy csomó mindent a fejedbe, át kell, hogy alakítsd a gondolkodásmódra, de ha beleteszed nap, mint nap a munkát, és kitartasz, meg lesz minden, amiről álmodsz, sőt, annál sokkal több. Nagyon-nagyon büszkék vagyunk az egész ring csapatra, és nagyon-nagyon büszkék vagyunk arra a csapatra, és akivel mi nap, mint nap együtt alkothatunk. Az, hogy mi senior menedzserek lettünk, a számunkra azt jelenti, hogy két csodálatos embernek lehettünk már példái, akik minket példának választottak, és már elérték ezt a menedzseri szintet. Tehát ez a szint nem rólunk szól, ez róluk szól, és szeretnénk minden több embernek az életébe eljuttatni ezt, mind mélységbe, mind szélességbe. Úgyhogy az én miértem az mindig az, hogy embereket inspirálhassak, hogy mutathassam az utat, hogy minél több emberre felébresztem a hitet és az erőt, hogy elérjék a céljaikat, és én is azt mondom, mint mindenki más, imádom, hogy a ring létezik, amit itt megélünk nap, mint nap, az egyszerűen egy olyan munka, egy olyan inspiráló erő, amikor hálás vagy minden pillanatért, és nagyon-nagyon szeretlek titeket, mindannyiótokat. Fú, hát ez óriási pillanatok ezek. A táncosának egyébként tényleg 22-37, több mint másfél órája megy, és csak a négy pontosokat soroltuk szerintem, vagy 40 percen keresztül, és tudnotok kell, hogy ez az üzlet alapja. Azért van belőle ennyi, és azért látod ezeket az eredményeket, mert ezt mi mindannyian jól megtanultuk, és mindannyian jól megtanultuk átadni. És óriási pillanat, amikor az ember láthatja kiteljesedni, vagy hát legalábbis elkezdődni, fejlődni amit akar mindig is, és várt. És ez most lehet, hogy valakinek ez egy ilyen hirtelen gyors sikernek tűnik, de ez nem hirtelen gyors siker. Nem erről szól ez a mese, ez a mese 2-3 éves munkáról szól, és annak az eredményét látjátok. És Béres Móni, te is egy vagy a ringvezetők közül. Márton Móni, te is egy vagy a ringvezetők közül. Nem pedig a ringvezetők közé, hanem te már ott vagy a ringvezetők között. Mert óriási, amit letesztek az asztalra. Elképesztő az a munkaetika. Olyan történeteket tudnék nektek mondani a csoportokból, a ringcsoportból, hogy néha még, pedig hát aztán mondjuk, hogy golyóálló tud lenni a gondolkodásom, maradjunk talán ennél a kifejezésnél. De azért vannak itt olyan történetek, amikor néha nekem is megállok egy pillanat, hogy amikor egy édesanyja a kórházba dolgozik a gyerkőce mellől, azért azok komoly pillanatok. Amikor lehet, hogy nem hogy egy átlag ember, hanem egy átlagtól egy picit erősebb is feladná már, és ti ringerek, ti csodát műveltek. Tehát elképesztő az az etika, ami bennetek van, az a vágy, az a tenni akarás, és minden egyes pillanattal megtaláljátok azt, hogy hogyan lehet, hogyan tudod megcsinálni. Ott volt Petra, egy kocsiba ő hazafele megy, mondhatta volna nekünk azt, hogy srácok, hát én most nem érek rá, mert megyek haza, mert vasárnap este van, képzésem volt, hétvégén tanult, mondhatta volna, de nem mondta, itt volt, és megtett mindent. De ma 100-100-100 ilyen történet van egyetlen hónap alatt. Óriási dolog az, ami megkülönbözteti egy átlag MLM, vagy network hálózattól, vagy hívjátok, aminek akarjátok, teljesen mindegy, ez nem az, ez a ring. És ez valami egészen más, és egészen különleges, és ennek semmi, de semmi, de semmi köze nincsen ahhoz, amit valaha is egy ilyen hálózatról hallottál. Ez a társaság, ez a társulat, ez nem azért jött össze, mert pénzt akarnak keresni. Ezek együtt akarnak alkotni. Ezek az emberek együtt akarják megváltoztatni a saját világukat, és ha engeded a tiédet is, tök mindegy. És egyszerűen nehéz rá szavakat találni, hogy hány olyan ember van, akinek óriásit változik az élete. Én emlékszem Mónira egy évvel ezelőttről, a Béres Mónira, Márton Mónira, mind a kettőkre.
elképesztő a változás. És ő rajtuk látszik a legjobban, hogy mit tud a rendszer, mert az, amit mi összeraktunk, amiről egyébként nap mint nap dolgozunk, és amit nap mint nap a háttérben folyamatosan fejlesztünk, hogy jobb és jobb és jobb és jobb legyen napról napra, az nem rajtunk látszik, nem a mi eredményünkön, hanem azokon, akik előről kezdik, akik két hónap, egy hónap alatt lesznek szupervájzorok. Ez az, amin látszik, hogy mit tud az a rendszer, amivel együtt dolgozunk. És nyilván mi tettük össze, ti meg dolgoztok vele ugyanúgy, ahogy mi is, és óriási sikereket fogunk elérni együtt, és ma Dubai, meg Costa Navarino, vagy Rock the Boat, és utána ki tudja, egy évben két nyaralást tőlem jöhet. Három. Együtt veletek. Ó, három, tényleg, bocs, Poracsit nem számoltam. De Poracs is jöhet, sőt, akkor négy, mert ugye Budapest is, és valakinek közületek sokatoknak Budapest is célpont, hiszen sokan vagytok, akik nem pestiek, és azért egy pesti szálloda is van olyan jó, mint egy poracsi szálloda. Úgyhogy le vagyok nyugodva mindannyiatoktól. Csoda, amit így csináltok, és elképesztő az egész csapat. Úgy, ahogy van egyben. Köszönöm. Hát mi is köszönjük. És szóljon nektek a tájnapusány. Hölgyeim és uraim, nem hiszem, hogy sokat kell mondanom nektek ma este. A ringet láttátok. Ez a ring. Várunk hétfőt. Sziasztok! Nagyon-nagyon büszkék vagyunk rátok!